Vérfoltos volt az a zsineg, amellyel Úrihegy egyik tanyasi részén kötöttek ki és akasztottak fel egy kutyát. Ez is jelzi azt a különös kegyetlenséget, melyen megölték az állatot. Sétálás közben akadt rá a tetemre egy neve elhallgatását kérő férfi, aki értesítette a Mencsvár Állatvédelmi Őrszolgálatot. Én tegnap délután kaptam Facebookon egy üzenetet a Mencsvár Facebookos oldalára, két fotóval, hogy ezt tapasztalta egy bejelentő. Az útszélén egy kis erdős részen van egy felakasztott kutya. Amikor a képeket láttam, akkor már láttam, hogy nem friss eredetű a dolog, meg azt is láttam, hogy sokat szenvedhetett az állat. A helyszínre kiérkező rendőrök körbe kérdezősködtek, ám a közeli tanyákon élők azt mondták, hogy nem hallottak és nem láttak semmit. Egy állatorvos is megvizsgálta a már szinte mumifikálódott tetemet és megállapította, hogy a keverék kutya körülbelül 2 éves lehetett, és 1-3 hónapja akaszthatták fel a fára, tehát azóta biztosan látta valaki a fához kötött állatot. Az arcán látszik, illetve a zsineg, ez a műanyag kötöző zsineg gyakorlatilag azzal van elkötve, csupa vér, tehát még látszik rajta a vér, meg hát a kutyának az állása, tehát így nem akasztanak fel egy kutyát, hogy ott marad. Tehát itt látszik a lábainál a szenvedés, meg minden. Ez a kutya vonyíthatott, és hát sokan laknak erre, de nem hiszem el, senki nem hallotta. Azt sem hiszem el, hogy itt az úton nem ment senki egy hónapja. Esett a hó, eső, minden, és ezek a szerencsétlen itt van. Mint mi is láttuk, a kutya úgy volt felakasztva, hogy éppen leért a lába a földre, tehát valóban sokat szenvedett. Az ügyben nyomozás indult, a Mencsvár az Állatokért Alapítvány pedig 50 000 forint jutalmat ajánlott fel annak, aki segít a felderítésben és a tettesek nyomára vezetésében.